virtuóz tudását is Paksra hozta Unger Balázs. A Cimbalom Brothers és a Cimbali Band vezetője ezúttal egy fiatal cimbalomos tehetséggel az oldalán érkezett az atomvárosba. Tanítványa Horváth Áron, a Fölszállott a páva 2016-os győztese cimbalomozott vele. A mai estén itt a Hét Torony Fesztivál alkalmából itt Pakson a Szentlélek templomban játszunk, ami nagyon-nagyon különleges atmoszférájú helyszín. Életemben egyszer már játszottam itt, de még így szóló koncertem még sosem volt. A mai estén a Cimbalom Brothers nevű formációmmal vagyunk itt, ami arról híres, hogy két cimbalom játszik egyszerre, és a kísérő hangszerek között pedig a gitár és a nagybőgő az, ami szerepel, és azért Brothers, tehát azért Cimbalom Brothers, mert két cimbalmos mindegyik hozta a testvérét a zenekarba. Lisztes Jenő a másik cimbalmos, ő a nagybőgőst hozta, Lisztes Lászlót, én pedig az öcsémet, Unger Gergőt gitáron, de a mai estén azért nagyon különleges, mert Jenő nincs itt, de elhoztam tanítványomat, Horváth Áront, aki 2016-ban megnyerte a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutatónak a hangszeres szólista kategóriáját 2016-ban, és hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, akár számomra is, mint tanár, de az ő is megdolgozott, érte mondhatom. Olyannyira, hogy hát most már a tanítvány fölnőtt lassan a tanárhoz, és hát most már ő is, mondhatni, hogy ő a beugrós ebbe a formációba. A Cimbalom Brothers egy újabb, különleges, igazán szerethető szintre emelte hungarikumunkról, a magyar cimbalomról alkotott képünket. A publikum eddig még soha nem tapasztalt zenei élménnyel lett gazdagabb, a két híres muzsikus család és persze a beugró fiatal tehetség közös műsorától. Míg Jenő általában a jazz és a komoly zene felől közelíti meg a Cimbalom Brothers repertoárját, addig én a népzene és a balkáni népzene felől közelítek az anyaghoz, amit játszunk általában koncerteken. A mai estén inkább a magyar népzene és a balkáni népek zenéje lesz főszerepben, mivel hogy Áront is én tanítom, és hát ezért ő is ebben érzi magát legjobban otthon. Úgyhogy érdemes lesz ezt a rendhagyó koncertet meghallgatni. Tényleg két cimbalomnak azért nagyon gyönyörű hangja van, és magának a helynek is nagyon különleges akusztikája van. Nagyon jó. Mindig szeretem az olyan helyeket, ahol erősítés nélkül lehet játszani, mert tényleg közvetlen adja vissza a cimbalomnak a gyönyörű csengését, de a többi hangszernek is a gyönyörű hangját élőbe lehet hallani, és nem még egy hangtechnikuson keresztül jut el mondjuk a hanga a közönség felé. Ez nagyon fontos, tehát közvetlen én tudom kialakítani a hangot úgy, hogy ahogy az a közönséghez rögtön eljut. Már szép nemzetközi sikereket elértünk a Cimbalom Brothers-szel is, mert felkerült a lemez a World Music Chart-ra, tehát ez a világzenei topba igazából bekerült szeptember hónapba. Az első 20-ban landolt a lemezünk, ami egy nagyon-nagyon jó teljesítmény egyedüli magyar lemezként.